Katya, a Dorka, a Jani, a Juli, mindenki tudja, hogy mekkora buli. A Lili Suli! Lili Suli meséi. Sziasztok, drága Lili Sulisok! Ma itt van velem Dorka, mert ő fog nekem segíteni, mert ma a szájunkat fogjuk egy kicsit tornáztatni, mert miért is fontos, hogy mi betornázzuk a szájunkat, Dorka, szerinted? Hát például, hogy halljam, amit mondtok, és szép hangosan. Kérdez valamit tőle. Így van, tehát a tanárnéni az iskolába tőletek kérdez valamit, akkor hangosan kell szépen tudni, beszélni, felelni, elmondani, hogy hogy hívnak téged. Na, akkor kezdhetjük is, Dorka. Szóval az a feladat, hogy mindig csináljátok azt utánunk, amit mi csinálunk a szájunkkal. Nekem most Dorka fog segíteni ebben. Először is csináljunk úgy, mint egy cica, akinek a tejecske a bajszára ragad. Figyelem! Nagyon finom volt ez a tejecske. Most csináljuk úgy, mint egy hal. Mint egy kígyó, úgy, mint egy lovacska. Most újjunk föl egy motorra. Jobbra dőlünk, balra dőlünk, lefékezünk! És most csináljunk úgy, mint egy kakas. Kokorikó! Jár az óra, tik-tak, halkan jár, benne egy manócska, így kalapál. Hogyha az az óra, tik-tak, megáll, benne a manócska, alszik már. És most mindjárt az ébresztő órán fogja ébreszteni a manócskát. Jaj, fölébredt a manócska. Na, ez volt a bemelegítés, most pedig térjünk át a magánhangzókra. Például, ha csodálkozva mondjuk azt, hogy a, á, ú, ú, ű, és most, mint a széles szájú kis béka, figyelj, úgy csinálunk, e, i, i, és most kössük össze ezeket a magánhangzókat, jó, mint egy kis gyöngyöket, figyeljetek. A, á, e, i, i, o, u, ü. Emlékeztek arra mondókára, én ezt nagyon sokszor csináltam Dorkával, hogy hóc, hóc, katona, ketten ülünk egy lóra, idáig mondjuk, de most mondjuk el, milyen magánhangzóval mondjuk, Dorka? A-val, A-val, E-vel, E-vel, I-vel, O-val, U-vel. Hm? Ével? Na, akkor az nehéz lesz, figyeljetek. Hét, hét, kéténé, kétén élénk, így léré. Na, most mondjál még egyet. Ú, akkor így csináljuk a szangó. Húz, húz, kutunú, kutun ulunk, úgy lórunk, úgy maradt a szóm. Akkor a kicsit visszakul a szómat. Úgy mondjuk szélesen. Mondjuk ível, jó? Ez lesz az utolsó. Hic, hic, kittini, kittin, ilink, így líri. Jaj, neked már bizsereg a szájad, Dorka. Neked nem bizsereg, akkor nem csináltad jól. Na, akkor még egy kicsi nyelvtörőt gyakoroljuk, jó? Mert ez nagyon jó tényleg a szájatoknak. Mondjuk azt, hogy iciri-piciri, cili-cica. Iciri-piciri, cili-cica, círmos cica. Sziszegő szúnyog, sziklaszirten szuszog. Rózsaszín sündisznócska, uzsizzacskója. Én elfáradtam, jöhet a mese? Jöhet? Jó. Csak arra kérlek titeket, hogyha elrontanám a mesémet, mert most már eléggé jól bebeszéltem, de el szoktam néha rontani, akkor segítsetek. Te fogsz nekem segíteni, Dorka? Jó, akkor elkezdem. Nagyon izgulok. Egyszer volt, hol nem volt.
Volt. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy hatalmas, sűrű, kerek ernyő. Erdő. Erdő. Ebben az erdőben rengeteg bálat ért, fövények, radarak. Madarak. Gyönyörű szép virágok. És élt egy iciri-piciri kicsi kis fündér is. Tündér. Kicsi kis tündér is. Köszönöm. És ez a kicsi kis tündér vigyázott a hatalmas nagy kerek ernyőnek a tisztaságára, rendjére. Erdőnek. Erdőnek a tisztaságának a rendjére, mert ebben az erdőben lakott egy gonosz koszorkány. Boszorkány. Gonosz boszorkány is. És ennek a boszorkánynak az volt a játéka, elég csúnya játék, hogy radarakat, bálatokat gyűjtött össze az ő madarakat, kis kertjébe. Állatokat. Madarakat, állatokat gyűjtött össze az ő kis kertjébe. És tavasz tájéken megszületett egy iciri-picire kis piros szemű puszika az erdőbe. Nyuszika az erdőbe, és ő volt az erdőnek a legkisebb kis állata. Na hát, amikor ezt meghallotta a gonosz koszorkány, elindult a seprűny elén, hogy elfogja a pici kis puszikát, és puszika pörköltöt csinálja. Nyuszikát, és kicsi kis nyuszikából puszika pörköltöt csináljon vacsorára. Nyuszika pörköltöt csináljon vacsorára, de arra repült az erdő fündére, meglátta az erdő tündére, meglátta ezt, és a parázs pálcájával. Varázspálcájával háromszor így csinált. Csirifú, csirifá. Csirifú, csirifá. Csirimú, csirimá. Csiribú, csiribá. Csiribú, csiribá. És a gonosz koszorkányt egy fékává változtatta. Fékává. Békává változtatta. Így megmenekült az iciri-piciri kis nyuszika, és az erdő tündére tovább tette a dolgát, és vigyázott az állatokra. Hát ez volt az én mesém. Köszönöm, hogy segítettél, Dorka. Úgyhogy gyakoroljátok a szájtornát, a nyelvtörőket, és írjátok meg nekem, hogy hány hibát ejtettem a mesémben. Sziasztok!